az volt az alapötlet, hogy frappánsan vágjunk vissza a kormányzati gyűlöletkampányra, hogy ne tépkedéssel, ne rongálással, hanem valami legális módszerrel, ami viszont nagyon meglepi őket. Két alapvető vetülete lenne a kampánynak. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon ciki vagy kellemetlen vagy égő nekünk, hogy kifelé, tehát hogy egy turista ezt látja Magyarországon, és nyilván látják ezt a sokat, meg fogják kérdezni, hogy mi van rajta. Tehát egyrészt arról fog szólni, hogy mi elnézést kérünk mondjuk angolul a miniszterelnökünk miatt, vagy volt ez a Welcome to Hungary, vagy az immigrant vonal. A másik pedig nyilván arra próbál effektálni, hogy megpróbálunk egy ilyen, hát igazából egy ilyen társadalmi szolidaritás melletti kampányt csinálni, mert hogy ugye a kormány tehát pont félreértette a helyzetet, és a kormánynak nem az lenne a dolga, hogy minél többen utáljuk egymást ebben az országban, ám évek óta mégis ezt csinálja. És akkor mi meg most ugye megcsináljuk azt, hogy úgyis ugye mi leszünk a kormány 2018-tól, úgyhogy most gyakorolhatjuk, hogy mit kell egy kormánynak csinálni a témában. Úgyhogy ez egy ilyen társadalmi szolidaritás melletti kampány is lesz. Illetve volt még olyan ötlet, ezt még majd eldöntjük, hogy legyen egy-két olyan plakát, ami annyiban a Fidesz, tehát nem szeretnénk a Fideszt mi direktbe szídni nagyon ezeken a plakátokon, nem szeretnénk az embereket felidegesíteni, meg tökre utálják eléggé a Fidesz, ez tökre nem cél nálunk. Viszont tudjuk, hogy ez egy ilyen figyelemelterelésből próbál tematizálni a menekültjét a kormány, ezért lehet, hogy lesz egy-két olyan plakától, akár csak így felvetjük a kérdést, hogy mondjuk Vesztor, vagy mondjuk, hogy vasárnap. Tehát valami, ha lesz is ilyen, akkor is szerintem csak egy nagyon kultúrát, vagy finom módon. Igazából ezt én kiraktam az egyiket netről, végül is úgy tűnt, hogy tetszik sok embernek, de nem ez a lényege, tehát ilyenből szerintem, ha lesz is, akkor is csak egy pár legyen. Meg igazából én megígértem a londoni, meg a berlin magyaroknak is egy-egy plakátot, úgyhogy az majd ott szintén lesz egy. Szeretnénk kihasználni, tehát ugye 3 millió forintot kértünk az olvasóktól, támogatóktól, most tartunk 18-nál, tehát ez egy óriási lehetőség, és szeretnénk ilyen valódi üzeneteket is, tehát ilyen valódi fontos dolgokat is kiplakátolni, hát ha már így ölünkbe hullott a lehetőség, akkor lehet, hogy élni kéne vele. Mi úgy jártunk, hogy sokkal több pénzt kapunk, mint amire gondoltunk. És ez alapból belőtt 3 millió forint, meg az 50 órás plakát, az erre a célra valószínűleg teljesen oké nagyságrend. Viszont most már így nem tudom, 500 plakátra lesz pénzünk, és hát egy kicsit bűntudatunk is van emiatt, hogy bár ez szintén egy tök fontos téma, hogy akár a társadalmi szolidaritásokról lejönnek a órás plakáton, de kapunk egy csomó olyan visszajelzést, hogy igazán gyűjthetnénk valami ennél még értelmesebb dologra. Csak ezt még majd eldöntjük. Én szerintem ezt a pénzt már órás plakátra kéne elkölteni, amit küldtek, mert hogy arra küldték. Viszont nagyon szívesen kipróbálnánk, hogy amikor vége ennek a kampánynak, akkor utána nyitani egy másikat, ahol akár olyan pénzre gyűjtünk, amivel pedig a bevándorlókon menekülteken meg az egész problémán tényleg tudunk segíteni. Ez lehet ott dolgozó szociális munkások fizetése, vagy egy információs pont ott a gyerekeikkel ott a sinek közt évegő bevándorlóknak, tehát van egy ilyen opció is. Én gondolom, ez most egy olyan alkalom, ahol utána valószínűleg adnának a teljesen értelmes célra is az ember. Sok ilyen támogatói üzenet érkezik, tehát, hogy gratulálnak. Volt, aki azt írta, hogy úgy néz ki, mi most feltaláltuk a projekt alapú pártfinanszírozást. Akik utalnak, azok csomószor írnak e-mailt, hogy utaltak, és odaírják, hogy köszi. Tehát, hogy ők köszönik, hogy utalhattak. Köszönjük, hogy csinálunk valami olyat, amit lehet támogatni, hogy végre valamit.